Jó estét kívánok kedves nézőinknek! Ez az Oxigén Televízió regionális híradója február 21-én csütörtökön. Még emelkedik az influenzás betegek száma térségünkben. Tanműhelyt alakított ki a Grundfos Tatabányán, és bezárt a jégpálya a Győri Dunakapu téren. Ezekről a témákról is szó lesz mai híradónkban, és már is mutatjuk, hogy még miről. 2 évvel hosszabbították meg annak a férfinak a büntetését, aki tavaly szeptemberben szökött meg a győri bíróságról. A férfit a börtönből vitték a bíróságra, ekkor oldott kereket. Egyre nagyobb károkat okoznak a hódok Győr-Moson-Sopron megyében is. A rágcsálókat a 90-es évek közepén telepítették vissza, ám annyira elszaporodtak, hogy most már védekezni kell ellenük. Idén is megtartották a Furulya Fesztivált, több mint 10 intézmény vett részt a zsinagógában tartott hangversenyen. És lehűlés érkezik erős széllel, adásunk végéig jön a részletes időjárás jelentés. Két év, két hónapos fegyházbüntetésre ítélte a győri törvényszék azt a férfit, aki 2017-ben szökött meg a járásbíróság udvaráról. A rendőrök több mint egy hetes hajtóvadászat után kapták el Z. Krisztiánt, aki azt állítja, hogy életveszélyesen megfenyegették a Sopron-Kőhidai fegyházban, ezért döntött úgy, hogy megszökik. Mivel ekkor épp 12 éves fegyházbüntetését töltötte, a férfi 2028 végén kerülhet ki a rácsok mögül. Megerősített kíséretben bilincsben érkezett a tárgyalóterembe Z. Krisztián, a 35 éves győri férfit 2017. szeptemberében hozták Sopron-Kőhidáról egy más ügyben tanúskodni a járásbíróságra, miközben azonban őrével a rabszállítóra várt az udvaron, váratlanul kihúzta kezeit a bilincsből, és elfutott. Életveszélyesen meg voltam fenyegetve a Sopron-Kőhidán, és ez közben játszott, hogy vétettem az életemet, ezért döntöttem úgy, hogy kihasználom a lehetőséget, és elmegyek. Országos hajtóvadászat indult akkor a szökött rab ellen, aki több mint egy hétig bujkált a rendőrök elől. A férfi egyébként szökésekor éppen fegyveres rablás miatt töltötte fegyházbüntetését. Ezért a társadalom jelentős veszéllyel járt. A vádlott több mint egy hétig rejtőzködött, jelentős rendőri erőket kötött le, cselekménye pedig a köznyugalomban is jelentős kárt okozott, megalapozottan lehetett ugyanis attól tartani, hogy a korábban is vagyonelleni és vagyonelleni erőszakos bűncselekményeket elkövető vádlott előéletére és élethelyzetére figyelemmel ugyanilyen cselekményeket fog elkövetni. A férfi ügyvédje kiemelte, védence élete a történtek óta még inkább megnehezedett, magánzárkában kénytelen tölteni mindennapjait, nem dolgozhat, ráadásul folyamatos megtorlások is érik a szökése miatt. Gyakorlatilag nem beszélve arra, amit videókérdéssel elmondott, hogy folyamatos szankciók érik fenyítés formájában, gyakorlatilag egyfajta megtorlásként a PV részéről. Védencemet, de nyilvánvaló, hogy látható az a veszteni való, amit ezzel a cselekményen megkövetkezett nála, tehát a szakácsiskolát félbe kellett hagynia, nem dolgozhat. Ezzel nem csak a saját életét nehezítette el, hiszen mindentől kezdve tartásdíjat sem tud utalni két kiskorú nagy gyermeke részére. A győri törvényszék megváltoztatta az első fokon kiszabott 2 év 8 hónapos büntetést, a másodfokú döntés értelmében a tanács 2 év 2 hónappal hosszabbította meg a szökött rab fegyházban letöltendő idejét. A bíróság rámutatott arra, hogy nincs jelentősége annak, hogy hosszú vagy rövid tartamú szabadságvesztés végrehajtása során szökik el a rab, illetve tulajdonképpen arra sincsen adat, hogy ezt előkészítette volna, a kínálkozó alkalmat használta ki csupán az elítélt. Tekintettel arra, hogy más ügyben jogerős szabadságvesztést töltött, amikor tanúkénti kihallgatásáról megszökött, ezért ez a büntetés most hozzáadódik a már eleve töltött büntetéshez. A férfi 2028 végén kerülhet ki a rácsok mögül. Elhalasztották az ítélet hozatalt a tatabányai kettősgyilkossággal vádolt fiatalkorú ügyében a győri ítélőtáblán. Várhatóan 2 hét múlva fog lezáródni az ügy, amikor a vádlott eseti gyámja is megjelenik a tárgyalóteremben. A győri ítélőtáblán folytatódott annak a kiskorú fiúnak a pere, aki a vád szerint még 2017 tavaszán kifosztott és különösen kegyetlen módon halálra vert 2 hajléktalant. A tatabányai törvényszék ezért 13 év és 6 hónap szabadságvesztésre ítélte.
A másodfokú eljárás során az ügyész az ítélet súlyosításáért szólalt fel. A törvényhozó figyelembe vette azt, hogy egy fiatal elkövetőről van szó. Azt gondolom azonban, hogy ilyen cselekmény, ilyen többszörösen minősülő életelén cselekmény esetében, mellé téve a súlyosító körülményeket is, a vádlott esetében az egyetlen elfogadható és példás büntetés az a törvény által megengedett maximum. A vádlott ügyvédje az elsőfokú bírósági eljárás hiányosságaira hivatkozva enyhítést kérte a kiszabott büntetésből. Az első vallomásához egy eseti gondokot rendeltek ki, amire nem ad lehetőséget a törvény. A törvény azt mondja, hogy gyámot kell kirendelni, eseti gyámot. Nem lehet egy gyámot kirendelni, mert nem működött éppen az adott pillanat. A gyámhivatal ezt a törvény által megszabott kötelezettségét akkor fog gondokot rendelni ki a nyomozó hatóság megszegte. Az utolsó szójogán a vádlott továbbra is elismerte, hogy a helyszínen volt, de a vádakat tagadta. Nem hiszem, hogy én öltem meg azt a két embert. Nem is öltem meg, csak meglepett be. A nyilvános ülés után azonban mégsem született ítélet, mert a vádlott eseti gyámja nem volt jelen a tárgyaláson. Vádlott édesanyja, a törvényes képviselő és a fiatalkorú vádlott között érdekellentét van, és a vádlott érdekei képviseletére szükséges a büntetőjárás során az eseti gyám bevonása. Az ítélőtábla mindenképpen lehetővé akarja tenni az eseti gyám részére, hogy a másodfokú eljárásban a nyilvános ülésen is nyilatkozzon. Ennek értelmében az ítélethirdetést elnapolták, várhatóan március 6-án zárják le az ügyet. Miközben országos átlagban már levonulóban van az influenza járvány, Győr-Moson-Sopron megyében még mindig egyre több megbetegedést regisztrálnak a házi orvosok. A betegek legnagyobb része, több mint harmada a fiatal felnőttek közül került ki, a gyerekek aránya pedig nem sokkal maradt el tőlük. A győri Petszaladár Oktató Kórházban egyébként nincs látogatási tilalom, de a megyében több intézményben teljes vagy részleges korlátozást vezettek be. A szivattyúkat gyártó Dán Grundfos a duális képzésben használható tanműhelyt, oktatólabort és virtuális valóságot alkalmazó szobát adott át tatabányai gyárában. Az átadáson elhangzott, kiemelkedően magas 70% azoknak a diákoknak az aránya, akik a vállalatnál töltött szakmai gyakorlat után itt helyezkednek el. A 170 millió forintos beruházás csaknem 3/4-ét a vállalat az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázatán nyerte el. Március 18-áig igényelhetik az ügyfélkapuval nem rendelkező adózók azt, hogy postai úton küldje el a NAV a részükre elkészített adóbevallási tervezeteket. Ezt meg lehet tenni személyesen telefonon és a hatóság honlapján is. Az előző időszak tapasztalatai alapján a legtöbben SMS-ben jelzik igényüket. A Nemzeti Adó és Vámhivatal az idei évben is mintegy 5 millió magánszemélynek készíti el adóbevallási tervezetét, az ügyfélkapuval nem rendelkező adózók március 18-áig kérhetik a dokumentum postai úton történő kézbesítését. Ennek az egyik legegyszerűbb formája az SMS. Itt az a legfontosabb, hogy az SMS-ben meg kell adni az SZIA rövidítést, az adóazonosító jelet és a születési dátumot, ezeket az adatokat egy-egy szó közzel. A dokumentumot a NAV legkésőbb április 30-áig postázza, az ügyfélkapuval rendelkező adózók viszont a bevallási tervezetet már március 15-től megnézhetik. Ez a tervezet a rendelkezésre álló adatokból, tehát a munkáltatói, kifizetői adatszolgáltatásokból készül informatikai úton. Tehát nem úgy, hogy a magánszemély bejön ide a munkáltatói M30-as igazolásával, illetve egyéb igazolásokkal, és akkor itt papírból készíti el az adóhivatali ügyintéző, hanem ez egy automatikusan készülő tervezet. Természetesen, hogyha a tervezetet miután mondjuk az ügyfélkapus adózó megnézi, vagy aki postán kikérte, és azzal kapcsolatban kérdése van, vagy szeretné módosítani, javítani, és ehhez ügyintézői segítséget kér, akkor állunk a rendelkezésére. A határidő 2019-ben sem változott, a bevallásoknak idén is május 20-áig kell beérkezniük, eddig lesz tehát idő a tervezetek kiegészítésére és módosítására is. Új 150 négyzetméteres háziorvosi rendelő épült Tatabányán. A helyreállítási és bontási munkálatok már január végén megkezdődtek. Az új rendelő várhatóan már a nyár folyamán beköltözhető lesz az orvosok és az ápoló személyzet számára.
A modern eszközök segítségével hatékonyabbá válik a betegellátás, és gyorsabbá válnak a prevenciós és szűrővizsgálatok eredményei. A fejlesztés több mint 45 millió forintba kerül. Egyre nagyobb károkat okoznak a hódok Győr-Moson-Sopron megyében is. A rágcsálókat a 90-es évek közepén telepítették vissza Magyarországra, ám annyira elszaporodtak, hogy most már védekezni kell ellenük. Ez azért sem egyszerű, mert védettek, eszmei értékük 50 ezer forint, ráadásul a gazdálkodók szerint eddig még nem sikerült tisztázni, kifizesse a rágcsálók okozta károkat. Ez egy táblaelemez, bemutatom, amiből kinyomják a sörös kupakokat. Hálóval tekerik körbe a kisfák törzsét mecséren, hogy megvédjék őket a hódoktól. A polgármester azt mondja, amióta a fémszerkezet megvan, a rágás nyomok is eltűntek. A rágcsálók azonban nem. Nyomukban egymás után dőlnek ki a partmenti fák. Csaplár Zoltán szerint az állatok hatalmas pusztítást végeznek. A károk akkorák már, hogy nem egy kis területen rágnak ki fákot, tesznek tönkre, hanem már el tudjuk sajnos mondani, hogy 3 hektáros ültetvényünket rágták teljesen ki, tették tönkre. Kártérítést azonban eddig még senki nem kapott, pedig a tétel több 10 millió forintra rúgna. A településvezető utalt arra, a jelenlegi szabályozásból az sem derül ki, mit jelent pontosan a hatékony védekezés. Ezért próbál mindenki a lehetőségeihez mérten cselekedni. De persze nem olcsó ez sem, így az érintettek az államtól várnak segítséget. Ha védett állat kárt okoz, legyen az hód, legyen az károkatona, akkor gyakorlatilag a magyar államnak ezt a kárt meg kellene téríteni. Hát erre kellene megfelelő szabályozást jogilag elkészíteni, hogy milyen módon, milyen formában lehet ezt megoldani. Ugye az rossz dolog, amikor az amatőröktől, vagy az erdészektől, erdőtulajdonosoktól kérnek erre választ, mert azért ez egy szakmai kérdés, én nem azt hiszem, hogy a hódokat kellene kiirtani, de a szelektálását azt meg kell mindenféleképpen oldani. Ez pedig már Győr. A hódok az aranypartfáit sem kímélik, szinte naponta bukkannak fel friss rágásnyomok. A Kisalföldi Erdőgazdaság erdészeti igazgatója elmondta, a rágcsálók nem csak a fákat teszik tönkre, kárt tehetnek a vízpart menti utakban is. Aláás az utaknak, és ezek időzített bombák, mert ezek a üregek, amik több köbméter nagyságúak, ezek bizonyos kedvezőtlen időjárási körülmények között teljesen váratlanul beszakadhatnak. Tehát esetlegesen még az is előfordulhat, hogy ott tragédia történik, mert az ott közlekedő járművek beszakadnak, mivel nem látják még, hogy ott gödör van, vagy esetleg rossz fényviszonyok mellett rutinból vezetnek azon úton, és egyszer csak egy gödörbe találják magukat. Tevékenységük árvízvédelmi szempontból is aggályos. A vízbe bedőlő fák megváltoztatják az áramlási viszonyokat, feliszapolódnak mederszakaszok, megváltoznak áramlási viszonyok, illetve árvizes körülmények között, sajnos erre volt már példa, ugye egy-két napon belül új lakóhelyet próbál magának kialakítani, és ha mondjuk a töltésnél van a víz, akkor a töltés oldalba fúrja be ezt az ominózus kotorékát, ami viszont a töltés állékonyságát veszélyezteti, és adott esetben gátszakadáshoz is vezethet. Rím Tibor hozzátette, eddig csak a vízügyi hatóság kapott lehetőséget az állomány csökkentésére, a térség vadgazdálkodóinak bevonásával. Az engedélyeztetés azonban annyira bonyolult volt, hogy a 40 vadásztársaságból csupán páran vállalták fel a feladatot. Országos szakmai sorozat keretén belül húzzák szorosabbra az önkéntesek és a kulturális intézmények munkáját. A közösségek tevékenysége többek között a múzeumok és a könyvtárak hosszú távú fennmaradásának egyik kulcsa lehet. Múzeumok és kulturális intézmények társadalmiasításáról szóló szakmai találkozónak adott otthont a győri Rómán Flóris Múzeum. A jelenlegi zajló cselekvő közösségek program keretében a kulturális intézmények és a helyi lakosok között a kapcsolat megerősítése a cél, ennek összefogását pedig a Szabadtéri Néprajzi Múzeum végzi. Nekünk társadalmasítani kell, hogy nekünk közösségi intézményeket kell létrehozni, hogy nekünk a közösségfejlesztésben szerepet kell játszanunk. Ez alapvetően arról szól, hogy magunk számára, az intézményrendszer számára egy fennmaradást, fenntarthatóságot biztosítsunk, de ez egy viszonos helyzet. A közösségek számára pedig az, hogy az intézményeink, a korszerű megváltozott gondolkodású intézményeink segítségével ők egy sokkal komfortosabban élhetik meg az életüket. Alapvetően minden intézmény más, de vannak már jól bevált módszerek, melyekkel segíteni lehet munkájukat, ilyen például az önkéntesek bevonása is. Többek között ebben is segítenek a program mentorai.
A folyamatban a győri kultúrközpontok is részt vesznek, hogy színesítsék a kínálatukat, és hosszú távon fenntartható legyen a közösségépítés. Könnyű zenei koncertek szervezése, elektronikus zenei klubok, mozi, artmozi vetítések, színházi előadások, könyvklub, komoly zenei rendezvények, illetve a mai útjára egy teljesen új próbálkozás, amit egy nagyon kedves őrült fizikus barátunk talált ki. Az intézményeknek segítő kulturális közösségfejlesztő mentorhálózat tagjai 2018-ban 950 intézményt látogattak meg, és tapasztalatokat adtak át az intézményben dolgozóknak. A Széchenyi István Egyetem hangversenytermében zajlott le a soron következő Furulya Fesztivál. Idén is több mint 10 intézmény vett részt az eseményen, nagy érdeklődés fogadta a csoportok előadásait. A győri zsinagóga adott otthont a soron következő Furulya Fesztiválnak. A 26. összejövetelen 10 iskolából és egy óvodából összesen 150 gyermek lépett fel, bár volt idő, amikor ennél többen is szerepeltek az eseményen. Amikor nagyon topon voltunk, akkor 18 együttes szerepelt. Nem is hiszem, hogy az az oka, hogy nem népszerű, hanem egy kicsit másfelé vívődött el a tendencia az általános iskolákba, de még mindig szívesen tanulnak a gyerekek furulyázni. A gyerekek számára fontos, hogy közösségben játszhatnak. A felkészítő tanárok így igyekeznek a lehető legszínvonalasabb előadást kitalálni és megtanítani a fellépőknek. Körülbelül egy olyan 4-5 hét alatt készülünk fel a fesztiválra. Hát még most a kicsikkel, ez kicsit több idő, de úgy gondolom, hogy minél nagyobbak lesznek, annál egyszerűbb és annál inkább megszokás alapján minden év elején ezzel kezdődik. Nem határozták meg, hogy az előadó csoportok mit játszanak, mindenki szabadon választhatott a zeneirodalomból. Általában népdalokkal, népdalfeldolgozásokkal és a reneszánsztól a napjainkig alkotó zeneszerzők műveivel léptek fel. Úgy kezdtem furuljázni, hogy a tanárom Balázs bácsi tanított. Jó tanárom Balázs bácsi, mindent megtanított nekünk, ami a furuljához kell, a hangokat. És én azért szeretek furuljázni, mert segítenek nekem abba, hogy tudjak. A hagyományokhoz híven a közös előadást a gyerekek a Német Parasztánc című művel zárták. Bezárt a Dunakaputéri jégpálya Győrben, télig már nem lehet itt korcsolyázni. Szarvas Zoltán, a Győri Jégsportért Alapítvány elnöke a Kisalföld érdeklődésére elmondta, a pályán csütörtök délelőtt elkezdtek bontani, mert a tavasziasra fordult időjárásban már csak hatalmas költségek árán lehetett volna fenntartani. A munkák várhatóan jövő hét végére fejeződnek be. Ezzel párhuzamosan a téren felállított óriáskerék is elköszön, hétvégéig lehet élvezni a magaslati látványt a belvárosban. Az előző idényben ezüstérmes Sopron győzött a Lett Riga vendégeként szerdán a női kosárlabda Euroliga 14. utolsó fordulójában, ezzel csoportmásodikként jutott tovább a negyed döntőbe, amelyet pályaelőnnyel kezd majd. A soproniak végig vezetve 79-71-re tudtak győzni. A B csoportot már korábban megnyerte a Dinamo Kurszk, és az oroszok mögött a török Fenerbahce, a Riga és a Sopron jutott be a rájátszásba. Két évvel hosszabbították meg annak a férfinak a büntetését, aki tavaly szeptemberben szökött meg a győri bíróságról. A férfit a börtönből vitték a bíróságra, ekkor oldott kereket. Egyre nagyobb károkat okoznak a hódok Győr-Moson-Sopron megyében is. A rágcsálókat a 90-es évek közepén telepítették vissza, ám annyira elszaporodtak, hogy most már védekezni kell ellenük. Idén is megtartották a Furulya Fesztivált, több mint 10 intézmény vett részt a zsinagógában tartott hangversenyen. Most pedig nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban. Térségünkben pénteken hidegfront alakítja az időjárást, erős alkalmanként viharossá fokozódó északi széllel az előrejelzések szerint.
Délelőtt még sok felhő várható, elszórtan záporok is kialakulhatnak, majd észak felől csökken a felhőzet, és délután napsütéses időnk lesz. Innentől aztán lehűlés kezdődik, éjjel is erős szél fúj majd, már este többfelé fagypont alá csökkenhet a hőmérséklet, kitisztul az ég. Szombaton már mérséklődik, de még élénk marad az északi szél. Többnyire derült, hideg idő lesz. Hajnalban több fokos fagyra van kilátás, és délutánra is csak kevéssel fagypont fölé enyhül a levegő, ráadásul a szél is ront majd a hőérzeten. Érdemes lesz tehát rétegesen öltözni. Vasárnap és hétfőn mérsékelt légmozgás és jellemzően napos idő ígérkezik. Az évszakos átlag körüli hőmérséklet várható, kissé már enyhül a levegő. Kedves nézőink, ez volt az Oxigén TV napi híradója február 21-én csütörtökön. Műsorunkat minden hétköznap több különböző időpontban vetítjük, így ha 19 és 24 óra között bármelyik fél órában ide kapcsolnak, megnézhetik nálunk a régió híreit. Köszönjük, hogy ma is bennünket választottak. Ha valamit újra néznének, keressék fel honlapunkat az o2hír.hu-t és az Oxigén hírügynökség Facebook oldalát. További kellemes estét kívánok, a viszontlátásra!